gyakorlatilag őt a politikai színpadra Gulyás Márton segítette fel, ezek után nem megy el a partizánba se. Donát Anna viszont szerintem nagyon leszerepelt, tehát látszott rajta, hogy 5% alá beesett a pártja, és most próbál kapálózni. Én a Dobrev Klárát ebből a szempontból még hitelesnek is gondolom. Ő, amit képvisel, az a globalista, Európai Egyesült Államok. A kutyapárt ennyi. Lehet azt mondani, hogy lehetne több, lehetne azt mondani, hogy lehetne kevesebb, lehetne azt mondani, hogy lehetne három farka, de ez van. Az oroszoknak mi a fészkes fenér kell kiber támadásokkal betörni a magyar rendszerbe, hiszen ha Putyinnak a zsebébe van, akkor elég fölhívni Viktort a Kremlből, megkérdezni azt az információt, amire kíváncsiak, utána spasziba, leteszik a telefont, és mindenki halad tovább, nem? De ez egy nagy kérdés egyébként, hogy Luffy-e vagy Árnyék. És a árnyék, akkor kinek az árnyéka? Luffy-nak az árnyéka. Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket, ez itt a Nyílt Sisak legújabb adása, én Gulyás Anita vagyok. A mai műsorban beszélni fogunk a Partizán által szervezett EP lista vezetői vitáról, és arról, hogy hozzáférhettek-e az oroszok a külügyminisztérium kommunikációs csatornáihoz. Köszöntöm mai vendégeimet, Fiala János, riporter, Siffer András, ügyvéd, Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, és Szakács Árpád, könyvkiadó publicista. Lezajlott az EP lista vezetők vitája a Partizán YouTube csatornáján. Dajcs Tamás és Magyar Péter korábban jelezték, hogy nem vesznek részt rajta, így négy résztvevője volt. Dobrev Klára a DKMSZP párbeszéd részéről, Donát Anna a Momentum, Lé Marietta a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és Torockai László a Mi Hazánk Mozgalom EP lista vezetőjeként. Kinek volt a leghasznosabb ez a vita, illetve ki tudott leginkább a választóihoz szólni? András. Hát először is a részvétel nem részvétel, mert itt ugye a főérv az szokott lenni, Deutsch részéről is valami ilyesmi lehetett, hogy ugye nem bíznak abba, hogy megfelelően korrekt a rendező, illetve megfelelően semleges a hozzáállása a rendezőnek. Ugyanez ellenzéki oldalról is megfogalmazódik az MTVA-val szemben. Az igazság, hogy mindegyik ilyen panasznak van igazsága, mert sikerült annyira polarizálni a politikai nyilvánosságot Magyarországon, hogy valóban nem lehet olyan csatornát, szereplőt találni, aki méltán tarthat igényt arra, hogy a legkülönfélebb politikai erők megfelelően elfogulatlan, tárgyilagos csatornának, sajtószervnek fogják tekinteni. Na de ha ez így van, akkor viszont az a helyes magatartás, hogy mindenki, aki szervez egy ilyet, egyrészt törekedjen arra, hogy az összes álláspont be tudjon mutatkozni, tehát egyáltalán nem volt korrekt a Partizán részéről, hogy kirekesztettek pártokat, ugyanígy az ATV részéről a főpolgármesteri, vagy nem is főpolgármesteri, fővárosi listás vitánál abszolút inkorrekt, hogy például a Szolidaritás Mozgalmat, a baloldali listát kirekeszti a vitából, de ugyanígy az az elfogadható magatartása egy demokratikus erő részéről, hogyha minden vitára elmegy, ahová meghívást kap. Na most a Fidesz az elmúlt 14 évvel viszont sportot űz abból, hogy kikerüli a vita lehetőségeket. Arra már igazolása van Orbán Viktornak, hogy ez nekik beszokott jönni. Az, hogy egy föltörekvő ellenzéki párt ezt hogyan engedheti meg magának, ez ugye levegőben maradó kérdőjel. Ez június 9-én el fog dőlni. Annak viszont van egy némi diszkrét bája, hogy klasszikust idézzek, hogy Magyar Pétert először Vona Gábor hívta ki vitára eléggé meghökkentő módon március első napjaiban. Ott még Magyar Péter azt ígérte Vona Gábornak, hogy persze, közben az ő ázsiója ment fölfelé, most már válaszra sem méltatja a második reformkor vezetőjét, a volt Jobbik elnököt. Ugye nem megy el, hanem tüntetés szervez a kutyapárttal együtt. Talán ez a keretezés sem teljesen véletlen, tehát ott a Várkert rakparton a kutyapárt és a Tisza párt. Na most azért az egyenlet még nem megy el abba a Partizánba, tehát ahogy Vona első között emelte föl, ha úgy tetszik, Magyar Pétert, gyakorlatilag őt a politikai színpadra Gulyás Márton segítette fel, ezek után nem megy el a
partizánba se. Tehát itt ugye Magyar Péter részéről az nem igazán magyarázat, hogy inkorrekt mondjuk számára a partizán vagy vona. Egy szó mint száz, az látszik, hogy Magyar Péter azt szereti, hogyha ő saját magával vitatkozhat egy teherautó platón, kerüli tudatosan a vitahelyzeteket. Összességében mondom, a magyar politikai nyilvánosság számára semmiképpen sem jó hír, hogy nem lehet normálisan megszervezni a versengő szereplőknek az ütközetét. Ami a partizánban történt, én azt gondolom, hogy ott két karakteres megnyilvánulás volt. Az egyik a DK lista vezetője, a másik a Mi Hazánknak a lista vezetője. Én azt tudom mondani, hogy az nagyon helyes, hogy elhangzott Torockai László szájából, hogy egyértelművé kell tenni, hogy mi a tétje a június 9-i választásnak. Itt nem a magyarországi főhatalomról döntünk. Az egy teljes tévedés és egy finoman fogalmazok, akkor azt mondom, hogy egy gyarmati mentalitás, hogyha valaki azt gondolja, hogy az a tét, hogy az Európai Parlament megregulázza a magyar kormányt, a Európai Parlament nem egy felettes szerve Magyarországnak. A tét az, amit elmondtam itt már két hete is, hogy el tudjuk-e számoltatni az Európai Unió szerveit. Arról fogunk dönteni a magunk szerény eszközeivel itt Magyarországon, hogy milyen irányba fog menni az Európai Unió. Ez a tétje a június 9-i választásnak, ezt Torockai elmondta, Dobrev ismételte egyébként nagyon szuggesztíven a szokásos DK-s paneleket. Hát a másik két szereplőről én kegyeleti okokból inkább nem emlékeznék meg. Itt összeírtam néhány főbb gondolatot, hogy ki mit mondott. A Kutyapárt LP lista vezetője beszédében többször kitért arra, hogy ők létrehozzák a Robin Hood alapot, aminek az lesz a célja, hogy Magyarország jobb és viccesebb hely legyen. Szerint a szankciók segítenek Magyarországnak. Oroszország rossz, Kína rossz, Amerika egy jobb irány. Donátan arról beszélt, hogy szerinte elérték, hogy az Unió elzárja a NER pénzcsapjait, támogatják a migrációs paktumot. Elmondta, hogy büszke azokra az értékekre, amelyekért kiálltak, és így fognak tenni a jövőben, és ezért támogatják a melegházasságot és a melegeknek az örökbefogadást. Dobrev Klára többször beszélt arról, hogy az Európai Egyesült Államokban hisznek, szerinte az orosz szankciók hasznosak Magyarországnak, a migrációról az a véleménye, hogy akinek az élete veszélyben van, az be kell fogadni, szerinte erős Európára van szükség, önálló európai védelmi erő és ipar kell. És Torockai László azt mondta, szerint az Unió jogellenesen tartja vissza a pénzeket, miközben a magyar adófizetőknek ugyanúgy be kell fizetniük a Magyarországra eső részt. Azt mondta, ők nem Európai Egyesült Államokat szeretnének, hanem nemzetek Európáját. Szerinte a szankciók ártanak Magyarországnak, és mindent meg kell tenni, hogy az illegális migrációt megállítsák, és egy független magyar gazdaság felépítéséért is. Tamás, akkor ezekről mi a véleményed? Visszatérnék még egy kicsit arra, amiről az András is beszélt. Szerintem külön kell választani azt, hogy egy politikus valójában miért nem megy el egy vitába, és hogy mit mond indoklás gyanánt. Ugye Dajs Tamás azzal utasította vissza a meghívást, Gulyás Márton meghívását, hogy a Partizán dollármédia, és ő dollármédiában nem megy el. Ez még rendben is lenne, csak ez az érvelés, ez ott bukik meg, hogy mindeközben a kormányinfóra a bizonyítottan részben amerikai pénzekből működő dollár médiumot, a 444-et beengedik, miközben a Magyar Jelent, amelyik semmilyen külföldi támogatást nem kap, pedig nem engedik be a kormányinfóra. Tehát érdekes módon a kormányinfón nincs gond a dollár médiával, de hogyha vitázni kell menni, akkor annál is inkább. Magyar Péter meg gyakorlatilag azért nem ment el, mert hogy Dajs Tamás nem lesz ott, és hogy a Fidesz lista vezetőjével szeretne vitázni. Tehát ez volt az indoklás. Valójában pedig azért nem ment el egyik politikus sem, mert egész egyszerűen politikai racionalitás alapján kiszámolták, bár nem is kell ez nagyon számolni, józan paraszt ésszel belátható, hogy csak veszíthettek volna egy ilyen vitapozícióban, hiszen eleve a Fidesz nem szokott vitázni, az elmúlt 14 évben nagyon kevés példa volt erre, hiszen akkora a támogatottsága a kormánypártnak, hogy csak veszíthet egy ilyen szituációban. Magyar Péter meg gyakorlatilag mindent mond, és annak az ellenkezőjét is, attól függően, hogy éppen mi a közhangulat, vagy hogy ítéli meg, hogy mi az, ami tetszik az embereknek, és nyilvánvalóan, hogyha ő bemenne egy ilyen tévéműsorba, ahol
valódi kérdéseket tesz föl neki, akár Torockai László, vagy Dobrev Klára, vagy akár Dajs Tamás, mert például a köztévé meghívását Dajs Tamás elfogadta, Magyar Péter oda se fog bemenni, ha bár ugye... Pedig ott van a Fidesz. Igen, pedig ott van a Fidesz, meg ő volt az, aki a leginkább szorgalmazta azt, hogy az akkor legyen a köztelevízióban vita. Tehát, hogy ez a két politikus szerintem ezért maradt távol. Magáról a vitáról sok újat nem tudok elmondani, mint amit András is mondott. A kutyapártos jelölt nekem nagyon nagy csalódás volt, tehát azért többet vártam tőle. Illetve most a kutyapárt eldönthetné, hogy akkor egy viccpárt, vagy komolyan veszi magát, ugyanis most ilyen minden negyedik mondat a vicces volt, vagy viccesnek szánt mondat volt, amit mondott Le Marietta, a 4-ből 3 meg olyan komoly benyomást keltett, tehát ez is szerintem a saját szavazói bázisát egy kicsit összekeveri, hogy akkor itt most mi is a helyzet. Dobrev Klára hozta tőle elvárhatót, tehát ő egy profi politikus, ahogy András is mondta, szuggesztíven mondta a saját üzeneteit, a saját táborának ez bizonyára átment. Donát Anna viszont szerintem nagyon leszerepelt, tehát látszott rajta, hogy 5% alá beesett a pártja, és most próbál kapálózni. Arrogáns volt, személyeskedett, főleg Torockai Lászlóval szemben, és gyakorlatilag semmilyen olyan saját üzenete nem volt, ami különbözne attól, mint amit mondjuk a nyugat-európai fősodor képvisel, tehát nem, ebből kifolyólag én nem gondolnám, hogy a Momentum bejutna az Európai Parlamentbe. Torockai László pedig, mint egyedüli jobboldali jelölt, saját üzenetekkel tudott operálni. Ugye ezt az elemzők is elmondták, hogy ebből a szempontból könnyebb helyzete volt, mint hogyha mondjuk ott lett volna Dajs Tamás, vagy akár Magyar Péter, aki ugyancsak próbálja magát jobboldalinak beállítani. És még azt gondolom, hogy mivel nem volt fideszes jelölt, így hogyha egy Fidesz szavazó megnézte ezt a vitát, akkor nyilvánvalóan Torockai Lászlóval tudott azonosulni, és mivel az európai parlamenti választásoknak azért olyan nagyon nagy belpolitikai relevanciája nincsen, ezért még akár a Fidesztől, vagy a Fidesz jobb széléről is tudhatott elhozni szavazókat Torockai. Azért itt, mint az András mondott, ugye, hogy nagyon nagy tétje van, meg ebben a műsorban is már többször szóba került az európai parlamenti választásoknak. Azért érdekes tényleg itt a kutyapártnál, ahogy mondtad, a programjuk az app gondolat, weboldalukon elérhető, és azt írják, hogy ebbe bárki beleugathat. Úgyhogy azért lehet, hogy egy kicsit komolyabban kell hozzáállni, de hát meglátjuk, kinek mire lesz elég. Árpád. Hát én a kutyapárt programjában nem szeretnék beleugatni, még véletlenül sem. A vita kapcsán osztom egyébként a előttem felszólalóknak a véleményét. Ugye nagyjából az a keret emelkedett ki, vagy vált láthatóvá egyértelműen, hogy a globalisták és az antiglobalisták közötti küzdelem és a harcnak, ha lehet ilyen militarista kifejezéseket használni, ennek volt az egyik ilyen terepe ez a vita. Ebben a vonatkozásban én azt hiszem, hogy aki úgy áll hozzá a kérdéshez a politikai vonalon, a politikai pártok irányába, hogy még nem tudja eldönteni, hogy milyen irányba akar fordulni, akkor most úgy letisztázódott valamennyire. Tehát azok a kontrasztok, amelyek a média térben nem jönnek át annyira direkten, hiszen mindegyik valamilyen szinten el van torzulva egyes gondolatok, egyes politikai részek. Itt azért az úgynevezett kiegyensúlyozottságnak azok a minimum feltételei szerintem adottak voltak, amelyek arra szolgáltak, hogy a különbözőségek megnyilvánuljanak. Én a Dobrev Klárát ebből a szempontból még hitelesnek is gondolom. Ő amit képvisel, az a globalista, Európai Egyesült Államok, a multinacionalis cégek érdekeinek alávetett Európai Egyesült Államok, azt tegyük hozzá, ő persze próbált ebből a részből kifarulni. Egy dolgot hiányoltam én ebből a vitából, méghozzá a legfontosabbat, a leglényegesebbet, méghozzá ugye 3 hete tart a WHO szerződés körüli purparlé, és Angliától, Hollandián át, Szlovákián keresztül, az Amerikai Egyesült Államokig is még tudnám sorolni, elképesztő ellenállás van, most Genfben az aláírás napjára, jövő hét végére, ugye konvojt szerveznek a civilek.
hogy ezt megpróbálják megakadályozni. Ausztriától kezdve minden európai országban átnéztem a médiát tegnap is, meg folyamatosan követem az eseményeket. Magyarországon erről sem a magyar nemzeti keresztény konzervatív fősodratú médiába, sem a baloldali liberális szabadságszerető médiába egy vak hang nincsen, hogy lényegében az év legfontosabb, a sorsunk egyik legfontosabb kérdése került terítékre, és a politikai térben sem nyilvánul ez meg vitaként, az ellenzéki, a baliberes ellenzéki pártok részéről sem, és a Fidesz is hallgat róla. Pontosabban rosszabb, mint ha hallgatna, mert Torockai László kérdésére ugye Fónagy János államtitkár a kormány részéről válaszolt, konkrétan lehazudta a napot az égről, félretájékoztatta az embereket ezzel kapcsolatban, elmondta, hogy a WHO-nak semmilyen olyan jellegű elvárása nincs Magyarországgal szemben, ami a szuverenitás elvételére vonatkozik. Akkor kérdem én, hogy akkor Szlovákiával szemben van, Hollandiával szemben van, Angliával szemben van, és nem sorolom a többi részletet és elemet. Én sajnálom, hogy ez kimarad mind a média világából, mind a politikai viták tekintetében, úgy egyedül és kizárólag a Mi Hazánk lép fel a WHO szerződés ellen. Egyedül a Mi Hazánk szervezett nagyszabású demonstrációt, amit a média egyhangúan, a jobb és a baloldali média is elhallgatott 100%-ban. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb és a leglényegesebb kérdés ilyen értelemben nem került napirendre, de hát egyéb vonalon is kiderült, hogy ki hol áll. János? Azt mondja a szakács, hogy a WHO-t hiányolta a vitából. Nem. A vitából a vita hiányzott. Ez nem volt vita. Itt valójában a Partizán felmutatta, hogy képes elvinni 4 személyt, miközben 2 személy nem ment el, de ez nem a ki elment és ki nem ment elnek egy ilyen variációs játéka. Amit én láttam, hozzátéve, vagy szívesen megkérdezném a jelenlévőktől, hogy a szakértők beszélgetését is ideértve végignézték-e. Mert ez megint egy ilyen maratoni hosszú vita volt, ami nem mondom, hogy parttalan, de ahhoz, hogy valaki egyébként együltében, amikor egyébként, ami alkalmassá teszi, hogy ott eldöntse, amikor föláll, hogy ő mit gondol, arra teljesen alkalmatlan. Ennyi időt az ember erre nem szán. Én azt gondolom, hogy amit a Fidesz a választási törvénnyel megteremtett, azt visszaigazolt ez a vita. Próbáltam megkülönböztetni az újongók hadát, minimálisan sikerült. Ez egy, ugye ott volt közönség szemben majd a Magyar Televízióval, ahova Isten ments, hogy bárkit beengedjenek, oda légy nem mehet be. Az, hogy ki nyerte a vitát, szerintem senki. Itt ugye 2 dolog van. Az egyik, hogy az, aki ott beszél, meg tudja-e erősíteni a saját táborát. Másfelől hány ember tud elhozni a szakástól, bárkitől. És én azt gondolom, hogy ott többé-kevésbé mindenki megerősítette a saját táborát, és a másiktól nem hozott el senkit. Igazatok van. Lemariatta nem alkotott nagyot. De valójában ő pontosan azt produkálta, ami a kutyapárt. A kutyapártban ma az emberek többet képzelnek bele, mint amennyi benne van. Az egy nagy kérdés, hogy egyébként ez hiány, vagy ennyi elég. Ránézhetünk egy pulira, és mondhatjuk azt, hogy ez lehetne nagyobb, de akkor nem lenne puli. A kutyapárt ekkorára méretezte magát, és aki a Kovács Gergellyel való beszélgetéseket részleteiben végignéz, és nekem volt alkalmam vele többször beszélgetni, az tudja, hogy a kutyapárt ennyi. Lehet azt mondani, hogy lehetne több, lehetne azt mondani, hogy lehetne kevesebb, lehetne azt mondani, hogy lehetne 3 farka, de ez van. Tehát a vitának ez a része bennem óriási hiányérzetet okozott. Mert ugye itt lehetőség lett volna arra, hogy egy-egy kérdésben egyébként valami érdemi egymásnak feszülés jöjjön létre, de ez több okból nem jött létre. Ugye a Torockai kiválása, ugye az ő személyének mindenki általi megjelenítése az abból adódott, hogy a másik oldalon 2 majdnem egy oldalon voltak, Lemariatta pedig nem alkotott egy külön stábot. Tehát ott valójában Torockai állt szemben a többiekkel. Ez önmagában egy olyan lehetőség, amit a Torockai valószínűleg már előtte is tudott, és ezt maximálisan kihasználta.
régi mániám, hogy ha egyébként meg akarják dönteni a Fideszt, akkor létre kell hozni egy Fidesz és egy nem Fidesz pártot. A Fidesz már megvan, a nem Fidesz párt meg nincs meg. Hogy egyébként erre a pártok képesek lennének, vagy az emberek tudnák-e erre hajtani a pártokat, ezt az idő megmutatja a jelen pillanatban. Megmutatta 22. április 3-án. Nem. Ahhoz egy olyan ember, egy olyan integratív valaki kellene, aki ezt megpróbálhatná. Magyar Péter elvileg ilyen. Én azt mondom, én Amerikában egyszer vettem egy erősítőt, és hát nem értek az erősítőhez. Internetblokkolót? Nem. Ez nagyon régen volt. Nem internetblokkolót. És ezek ilyen jópofa megjegyzések, én ettől nélkül. Tehát én most nem mondok ilyen érceket. És akkor azt kérdeztem az eladótól, hogy ezt hogyan kell bekapcsolni. És akkor rám nézett, és azt mondta, hogy ahol az összes többik. Szóval, hogy azért ebben ott van az, hogy a Magyar Péter árul valamit. Én ugye porszívó... Mit? Türelem. Hát önmagát. Ugye amikor porszívó ügynöknek mondtam, akkor a porszívó ügynök ugye néztek már engem a Margit hídon egy műsoromban porszívó ügynöknek, csak mondtam éjszaka közepén, hogy mondja már meg, hogy hol a porszívó, mert ilyen kis porszívót nem találtak még ki. Na most az, hogy Magyar Péter kitalál valamit, és azt nem talál ki sem. Türelem. És azt nem hajlandó senkinek sem megmutatni működés közben, az nonsense. Az, hogy ezzel együtt tömeghatást ér el, ez a mi társadalmunkról fog sokat elmondani, ez és én a magyar népet a büdös életben nem fogok kárhoztatni, így is kapok a nézőktől untig eleget. De az, hogy ők vabankra ezt megveszik, az nonsense. Így van. És ezt permanensen megveszik, és majd június 9-én ki fog derülni, hogy hányan szavaznak rájuk, és utána lehet azt mondani, hogy eljön június 10-e, de az már mindannyiunk porszívója lesz, egy olyan porszívó, amit bekapcsolnak, és nem működik, vagy nincs is porszívó. Azt, hogy ezt Magyar Péter nincs porszívó. Értem, de az, hogyha ezt el tudja érni, az egy teljesítmény. Az olimpián nem tud vele elindulni, mert ott ilyen olimpiai szám nincs. Mögötte van a globális világ összes algoritmusa, amíg a Torockai László, a Mi Hazánk a legfontosabb platformon le van korlátozva, teljesen Facebookra gondolok, a nevét nem lehet kiírni, addig Magyar Péterről... Kamulájkok sorozottán. Özönlenek egyébként. A YouTube-tól, a Jóisten tudja, neked, de, mindenig. De tehát... Magyar Péter ezzel együtt egy olyan csodára volt képes, hát amit én ugye nem értékelek. Így egyébként a pulikutya is tudna ennyi szavazatot szerezni. Erről fogalmam, nincs ezt megkérni, tehát hogy mondjam, a pudin próbálja az evés. Legközelebb az lesz. A Fidesz pedig Novák Katalin Bicske után, én nem mondom, hogy röhög a markába, mert ilyen kifejezéssel én nem élek. De valójában a Fidesz és Magyar Péter az egy kottába játszik, csak más-más okból. Az egyik azért nem megy el, mert folytatjuk, azt meg minek elmondani 25-ször, a másik pedig nem tudjuk, hogy folytatja, mert azt se tudjuk, hogy hol kezdte el. Ennek következtében ott maradnak a többiek, akik megerősítik a saját táborukat, egymástól vesznek el embereket, vagy nem vesznek el egymástól embereket, de az, aki leginkább tőlük elvesz, Magyar Péter, az nem megy el oda, elmegy tüntetni a kutyapárttal azoktól függetlenül, majd a Várkert Barazár elé, hülyét csinál mindenkiből, magából a legkevésbé, és hogy egyébként a nagy társaságok támogatásával vagy anélkül el fog érni egy eredményt, amire én egyre kevésbé vagyok büszke, és nem szeretnék egy ilyen porszívót venni. Én előbb-utóbb meg akarom nézni azt a porszívót, ki akarom próbálni, és ha nem hagyják, akkor azt mondom, hogy nem kérek belőle. A többiek belemennek ebbe, azóta már volt ugye a szabadság köreiben vita, oda mások mentek el, ugye ami az András beszél, ugye az ATV-ben 3 vita lesz. Abból adódóan, hogy ne legy, hogy ott tudja ez a rengeteg ember ne egyszerre legyen jelen. De ez könyörgöm, ez nem olyan, mint a Bajnokok Ligája, hogy mindig egy tovább jut, és az mérkőzik a másikkal. Nonsens. És ez egyébként mind a Fidesz javát szolgálja, akkor is, ha egyébként veszíteni fog a képviselői számából, abból adódóan, amit a múltban enyhén szólva, és ezt a szót most nem fogom kimondani. Teljesen igazad van, János, egyetlen apró korrekció csak a képethez, hogy Magyar Péter valóban nem porszívót árul, de árul valamit, az egy porhányó. Mert a probléma, tehát amire te is utaltál, tehát a mély társadalmi probléma, amit felszínre hoz ez az egész tündöklése, az még nagyobb bajról árulkodik, mint amivel eddig tisztában lehettünk.
Ebben teljesen igazad van, a marketing is van egy olyan kifejezés, hogy használati érték ígérete. Tehát valamit ígér, amit egyébként soha nem mutat meg, de olyan mértékben van az emberekben vágy az iránt, hogy ebben a formában is elfogadják. Ugye a sokszor emlegetett Gustave Le Bon írta meg 1895-ben, hogy az embereknek illúziót kell adni, és mindenki, aki illúziót ad, a köré odagyűlnek, mint éjjeli lepkék a fény köré, és mindenki, aki elveszi az illúziójukat, azzal szembefordulnak. Ebben ez egy ősi taktika. Ha ő erre rátalált, és ezt meg tudta tenni a maga nemében, hát aki mi tudva... Azokkal, akik mögötte állnak. Egy párszor tovább jutatják, a döntőbe nem juthatna be. A Meta jogtanácsosával, a Covid diktatúra orvosával és a többi globális háttérerővel. A VAR nem mutatta ki a lest. Hát igen. Illetve arról van szó, János, hogy maga a jelenség, én kevésbé emelkedetten fogalmazok, mint az Árpi, maga a jelenség az annyiban nem hungarikum, hogy Európa, az európai politika tele van ilyen pop-up pártokkal. Tehát amikor döntő részt a közösségi platformok, de egyébként a hagyományos médiának a látványkonyhájára települnek rá, sokszor politikai, ezt most nem Magyar Péterre értem, félreértés ne essék, de politikailag teljesen indiferens, analfabéta ilyen celebek, tévésztárok, humoristák és a többi. Most nem csak Ukrajnára gondolok, Bulgária, Szlovénia, volt ilyen próbálkozás Lengyelországban is, és így tovább. Hatalmas sikert aratnak, hiszen az emberek főleg K-Európában, a posztszocialista térségben ki vannak éhezve az illúzióra, csak ennek egy baja van, János. Az egyik eset, hogy egy olyan választási rendszerben, mint a magyar, mondhatnám azt is, hogy hál' Istennek, de ezt mindenki döntse el maga, ilyen pop-up pártok nagyon nehezen, vagy inkább egyáltalán nem képesek sikert aratni, hiszen a pop-up jellegnek a lényege az, hogy nem vagy beágyazva. A magyar választási rendszer meg ezt kiszűri. Most, hogyha falnak megy egy ilyen éjjeli lepke, akkor a frusztráció csak nagyobb lesz, pontosan úgy, ahogy azt 22. április 3-a után is láttuk. Más országokban, hogyha a vesztes egy ilyen kiadós verést kap, a szavazó tábora tipikus esetben, most Angliában majd a Torik, leginkább lehiggad és önvizsgálatot tart. Magyarországon nem ez következett be, hanem a Márki Zaj mögé sereglett 1.900.000-es tábor még jobban radikalizálódott. Ha történetesen nem tudom, hogy mi lesz az eredmény június 9-én, főleg nem, hogy 2026-ban, csak az állításom, hogy az ilyen pop-up jelenségek ilyen választási rendszerben nem igazán tudnak áttörést, mármint hogy sikert, a főhatalmat. Ja, de én nem mondtam azt, hogy... Na most ez a frusztrációt növeli. A B eset... Pontosan, hogyha például a bolgár példát nézed, pop-up párt, főleg egy tiszta, arányos listás rendszerben győz, vagy legalábbis első helyen végez, bocsánat, a kormányalakítás, ez egy következő lépés, és kormányozhatatlanná válik az ország. Nem csak a kormányalakítási nehézségek miatt, hanem a pop-up jelenség az azt is jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy megnyersz egy választást, te döntési helyzetben vagy. Ebben neked igazad van, ez egyrészt nem országgyűlési választás. Pillanatok alatt kimegy a társadalmi támogatottság egy pop-up párt mögül, tehát amit a pop-up pártokkal el lehet érni, és amit a mikroadományozóik el tudnak érni, az nem egyéb, mint a káosz teremtés. Jó, de ezzel együtt én még nem... Az, hogy multinacionális cégek vannak-e Magyar Péter mögött, Magyar Péter van Magyar Péter mögött, vagy a Fidesz van a Magyar Péter mögött, én ezt nem tudom eldönteni. Amit pedig mondtam, az megoldás. Az a Fidesz, nem Fidesz. Az, hogy a magyar társadalom mire képes és mire nem, én a magyar társadalmat nem nézem le, eddig erre nem volt képes, és 2022 számomra nem erre a bizonyíték. Az, hogy ez a helyzet létrejött, az pontosan azt mutatja, hogy a Fidesz hogyan nevethet, akkor is, hogyha egy vagy két képviselőt elveszt, mert utána ez a lufi, hát hogy fölszáll-e vagy kipukkad, nehéz elképzelni azt, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket. Hogy az emberek mit képzelnek bele, azt nap mint nap meg lehet látni. Én arra emlékszem, hogy annak idején ugye Tarlós István szintén nem nagyon akarózott vitatkozni, és voltak olyan pernehajderek, én is ilyen lennék, ha politikus lennék, akik megállították az utcát, és megpróbáltak vele valami alkalmi vitát létrehozni. Előadta a megafont, és... Én a magam részéről kifejezetten... Nem jött jól ki belőle.
Nem ezen ment. Igen, de igen, én ajánlanám azt, hogy a Magyar Pétert próbálják meg a törölve ilyen helyzetekbe hozni, derüljön már ki az, hogy ki ő, ha már egyébként az újságírók nem tudták kimutatni a legkülönbözőbb megnyilvánulásaik után, ami egyébként az újságíró társadalomról is egy meglehetősen sajátos képet alkot, hozzátéve, hogy Hadházi Ákos is ugye úgy pattant le róla, hogy lepattant róla, hadat üzent neki, jöttek a kommentek, Facebook vagy nem Facebook összeesküvés, és utána azonnal azt mondta ez a drága jó Hadházi Ákos, aki egyébként tulajdonképpen majdnem egy utcai harcos, hogy oké, rendben van, ez túl nagy puk, Woody ellen után szabadon, anyhow, és akkor majd június 9-e után megbeszéljük. Soha a büdös életben Hadházi Ákos ilyet nem mondott. Ott hirtelen megijedt a saját vagy a Magyar Péter árnyékától. Nekem az algoritmusok árnyékától, János. Igen, kicsit megikletett a példád a porszívó tekintetében, milyen porszívót árul. Igazából itt teljesen látható, hogy itt porszívó alkatrészeket árul, hiszen ha mögötte lévő társadalmi struktúrát és mini társadalmi struktúrát, tehát akik a rendszerét alkotják, igazából azokról sem tudunk semmit, és én valahol írtam is erről, meg beszéltem is róla, hogy mindannyian dolgoztunk olyan helyen, munkahelyen, ahol egy rendszer van. És az, ami kialakul egy munkamódszer, egy munkarendszer, addig sok minden kiderül, hogy annyi összeférhetetlen ember kerül be egy-egy helyre, kiesik, tudunk együtt dolgozni egymással, és pont a feleségem példáját említettem, egy civil szervezetet hozott létre, ahol önkéntes mindenki benne. 10 ember, és láttam egyébként egy éven keresztül, hogy milyen nehezen csiszolódnak össze az emberek, holott megvolt a közös cél, közös irány, a közös elképzelés, a közös illúzió, hogy valami jót csináljanak. És a Mi Hazánk tekintetében itt látok bele valamennyibe ebbe a munkába, ebbe a szervezettségbe, hogy mennyi, amíg az emberek összeszoknak a munkába, összeidomulnak, és nagyon sokan kiesnek, mert vagy összeférhetetlenek, vagy nem bírják egymást, tehát hogy annyi jellembeli dolog kell ahhoz, hogy egy rendszer sikeres legyen, sikeresen tudjon működni, sikeresen tudjon dolgozni, ez mind pszichológia, munkapszichológia és egyéb tényezők alkotják. Itt nem látunk semmit, tehát van Magyar Péter, és nem tudjuk, hogy kik azok az emberek, akikkel ő tud-e valamit csinálni. Tehát, hogy nagyon jó, hogy megígér. Ő van mensó. Igen, tehát nagyon jó, hogy biankó csekeket kiállít, de hát ahhoz, hogy egy országot irányítani lehessen, akár ellenzéki módon szervezettséget sikerüljön felmutatni, abban olyan munka kell, és olyan emberi kvalitás kell. De mit csinálsz azzal a tömeggel, ami követi, hogy egyenként rázod meg őket? Nem rázom meg egyenként, csak felhívom a figyelmet azok számára, akikben még van némi késztetés a gondolkodásra, hogy egy olyan struktúrát vesznek meg, egy olyan porszívót vesznek meg, amelynek az alkatrészei szanaszét vannak, és nem tudjuk, hogyha összerakjuk ezt a porszívót egyáltalán, nem, hogy azt se tudjuk, hogy össze lehet rakni ezt a... Igen, de ha már ez a porszívó ilyen népszerű lett. Ezeket a részeredményeket kell nézni, bár az András jelentkezett, úgyhogy elnézést kérek. Ugye itt egész egyszerűen az a helyzet, hogy ez az ember kivédi az összes olyan helyzetet, amit egyébként a fociban lehetetlen volna kivédeni. Megtalálják a barátnőjének az anyukáját, mutatják a legkülönbözőbb szituációban, mondják, hogy kicsoda, és mindenről megfeledkeznek. András? Akkor gyorsan egyrészt eredetileg nem ezért jelentkeztem, csak amit a János mondott, hogy ez a jelenség, amiről beszélsz, tehát hogy lepattannak róla, mint páncélról a golyók, ez nem ismeretlen. Annak idején Török Gábor írta le nagyon szépen 2006 után, hogy amit Gyurcsány Ferenc az első miniszterelnöki cikk, tehát amikor Megyót megbuktatták 2004. szeptemberre után, kapott a fideszes médiától, ugye kis memória frissítés, például az a bizonyos fittelinás áfacsalásos ügy, ami ugye elévült, ez pont a tegnapi Dobrev bejelentés után, ez rendkívül izgalmas jelenség. Igen. Na most ebbe egy jól fésült demokráciába azonnal nem kell megvárni egy összödi beszédet, meg kardlapozás, szemkilövetés és a többi. Egy ilyen sztoriba belebukik egy miniszterelnök. Na most ebből nem egy volt a magyar nemzetben és vidékén, hanem rengeteg. Most Török azt írta le 2006 után, hogy azok a lövedékek, amik lepattantak, mint páncélról a golyó Gyurcsányról 2004 és 2006 között, azok, amikor megtört Gyurcsánynak a varázsa,
2006 nyarán, őszén megszorítások, augusztus 20 és az elkurtuk válság, egyszerűen halálra sebezték politikailag. Ebben igazad van, de amit a Szakács mond, mondom, abban neki teljesen igazad van. Az Árpinak egy dologban nincsen igaza. Bocsánat, csak más. Az Árpinak egy dologban nincsen igaza, hogy Árpi, azt mondtad, hogy nem tudjuk, hogy ki áll mögötte. Hát pontosan én se tudom. Egy dolgot tudunk, csak hogy itt a Tamás egy kicsit helyzetbe hozzam. A szűk szervezeti, tehát hogy ki az alelnök, a stb. Árpi, egy dolgot tudunk, amit a magyar jelen nyilvánosságra hozott. Senki más a magyar sajtóban, hogy az a bizonyos Impexes Radnai és a Jobbikos köre, akik a Moszkva és Teherán felé orientálódó Gyöngyösi Mártont és Jobbikot átprogramozták egy európéjár, Washington és Brüsszel felé orientálódó tisztes konzervatív pártá, na most ez az Impexes Radnai és köre most ott tüsténkedik a Tisza párt mögött. Szerintem ez egy elég releváns információ. És egy másik Impexessel a Salusinski, ha jól emlékszem. Hát, hogyne. Annyi, tehát ugye például Gyöngyösi Márton, én nagyon jól emlékszem, testközelben, aki a Magyarország gyűlésben Teherán és Moszkva magyar hangja volt másfél cikluson keresztül, akit kitiltottak Ukrajnából. Most fölmondja azokat az atlantista paneleket, amiket ugye föl kell ott mondani. Két megjegyzést engedjetek meg, rövid leszek. Az egyik az, hogy akkor ezek szerint a mesterséges intelligenciának, egyáltalán a technológiának a használatát olyan jól elsajátított a Magyar Péter, vagy bárki, aki Magyar Péter, mert valójában nem is ő, hanem valaki más, ami egyébként más csodákra is alkalmassá tenni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy teljesítmény nélkül ér el olyan sikert, amire mások teljesítménnyel se képesek, hiszen az, amiről te beszélsz a Gyurcsánnyal, az nem volt előzmények nélkül való. Amit ő csinál, az előzmények nélkül való. Ami előzmény, az mind ellene szól. És ezeket az előzményeket, amelyek mind ellene szólnak, ő arra is képes volt, hogy a maga javára fordítsa, amire az ember azt mondaná, hogy nonsense, de nem tudja mondani, hogy nonsense, mert az ellenkezőjét tapasztalja, és ennek következtében saját magát nem fogja szembe hazudni. Tegnap kettő véleményt tettem ki a Facebook oldalamra. Az egyik az a WHO Genfi konvojára vonatkozik, a másik egy Magyar Pétert érintő írás. Ki se tudtam tenni, letiltotta azonnal a rendszer. Eltávolítottuk a bejegyzésedet, miért történt ez? Úgy tűnik, megpróbáltál másokat félrevezetve, kedveléseket, követéseket, megosztásokat, vagy videó megtekintéseket szerezni. Itt van a cikk, tehát hogy olyan szintű védelme van a globális tech cégeken keresztül ennek a Magyar Péter nevű porszívó alkatrészeket gyártó embernek, ami elképesztő. Illúzionistának. A véleményet nem tudtam ki, és Anita egyébként... Anita megengedi, hogy egy kérdést föltegyek. Csak még egy másodperc. Igen, tehát, mindjárt. Az én, hát én szinte senki vagyok ahhoz képest, hogy én tudnék neki ártani, de a Facebook algoritmus azért két percemől lehet. Egyességre nem fog jutni, de hozzátok mindannyiótoknak és önnek is. Oké, le fog zajlani a választás. Mekkora siker lesz a magyar? Mekkora siker lesz? A 20% körül szerintem. A sok? Mérsékelten. Mit fog kezdeni vele? Mi fog történni? Be fog menni a Meta jogtanácsosa és még néhány ilyen globalista... De mi fog történni? Rezidens. Semmi. De nem akarok jóslásokba bocsátkozni. De ez a kérdés. Igazából annyit tudunk róla, hogy... Akar-e a Magyar Péter a mi életünkön úgy változtatni, ahogy egyébként a teherautó, vagy nem tudom, minek a platóján beszél? Annyit tudunk róla, mint a Covid diktatúra idején a Pfizerről, hogy hát igen, lehet, hogy lesz olyan mellékhatása, ami kellemetlen lesz sokak számára egyébként, hogy bele is fognak halni. Tehát, hogy Magyar Péter, ő a Pfizer. Én ezt értem, de ilyenek, mi a Covid? Oké, de mi a Covid, ami ellen az a társadalmi van? Az a társadalmi betegség, amit a Fidesz generált egyébként az elmúlt 15 évben. Tehát, akkor kinek drukkoljunk, az oltásnak, vagy a Covidnak, ami a Fidesz? Hát igazából... Mert akkor Magyar Péter Igazából a Covidot azért túl lehet élni megfelelő módszerekkel, nem feltétlenül a Pfizer védőoltásnak nevezett emberkísérleti vakcinája volt. Abba se halt bele mindenki át. Abba se halt bele mindenki, de azért jó sokan belehaltak abba is. Legalábbis Nyugat-Európában ugye láthatjuk nem csak a Pfizer, hanem más vakcinák tekintetében is. Tehát a bajainkra nagyjából Magyar Péter olyan, mint a Pfizer meg az AstraZeneca vakcinája, hogy nem tudjuk ebbe a pillanatban, hogy milyen lesz a mellékhatása. Záró gondolatként akkor, Tamás. Igen, én egyébként szerintem
Tehát, hogy János jól megfogta, és szerintem pont ez a lényeg, hogy mivel nincs teljesítmény Magyar Péter mögött, és ennek ellenére óriásira nőtt az ő relatív támogatottsága, tehát ez gyakorlatilag a tipikus Luffy effektus, és hogy ez a Luffy ez mikor fog kipukkadni, hogy június 9-én, vagy aztán a nyári szünetben, amikor az emberek már nem foglalkoznak politikával, vagy 2026-ban, az jó kérdés, de az biztos, hogy ez a Luffy előbb-utóbb ki fog pukkadni, pontosan azért, mert nincs mögötte megfelelő teljesítmény, és a Fidesznek egyelőre érdeke, amit Magyar Péter csinál, tehát a, megosztja az ellenzéket, ha minden jól megy, ez egy pozitív hozadék a Magyar Péternek, a Momentum nem fog bejutni az Európai Parlamentbe, de amikor igazán veszélyessé válna a Fideszre, nyilván különböző háttérerők támogatását kihasználva, akkor a Fidesz biztos, hogy ki fogja lőni, ki fogja tűvel szúrni a Luffyt. De ez egy nagy kérdés egyébként, hogy Luffy-e vagy árnyék? És a árnyék, akkor kinek az árnyéka? Luffy-nak az árnyéka. Meg fogjuk látni, eléggé elkanyarodtunk a témától, bár Magyar Péter azt elérte, hogy ott sem volt a vitán, de aztán a vita kapcsán az ember, aki ott se volt. Igen, igen, jó sokat beszéltünk róla. Második témánk, hogy a 444 olyan belső dokumentumot szerzett meg, amely azt bizonyítja, hogy orosz titkos szolgálatok nemzetbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értékű adatokat lophattak a külügyi gépeiről. És a támadásoknak köszönhetően 4000 munkaállomás és 930-nál több szerver vált megbízhatatlanná. Szijjártó szerint kicsit már átlátszó, hogy a választás közelettével mindig hacker támadással jön az ellenzéki média. A Demokratikus Koalíció Szijjártó távozását követeli. A Momentum a miniszter nemzetbiztonsági átvilágítását kéri, és több ellenzéki képviselőcsoport közösen kezdeményezi, hogy a külügyi tárca elleni orosz kibertámadás miatt május 27-ére hívják össze az országgyűlés rendkívüli ülését, közölte sajtótájékoztatóján Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője. Valóban hozzáférhettek oroszok a külügyminisztérium kommunikációs csatornáihoz, vagy Szijjártó állítása igaz, miszerint ez csak egy választási manipuláció? Tamás. Igen, kezdjük az elején, tehát én most beszéltem egy ismerősömmel, akiről tudtam, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltatónál, a NISZ-nél dolgozott annak idején, és kérdeztem, hogy akkor szignálon telefonáltunk, hogy azért valamilyen szinten biztonságos legyen a beszélgetés, hogy akkor hogy is volt ez, és ő azt mondta, hogy már 2017-ben köztudott volt, nyilván a külügyminisztériumon belül, hogy óriási problémák vannak az informatikai hálózattal, és éppen a NISZ-t kérték fel, hogy hozzon létre egy olyan megfelelő védelmi rendszert, ami megakadályozza egyébként nem csak az orosz, hanem minden titkosszolgálatnak a tevékenységét, ugyanis ahogy ő fogalmazott, itt gyakorlatilag csak az nem látott bele a belső hálózatba, a külügyminisztérium belső hálózatába, aki nem akart. Nyilvánvalóan ez az amerikaiakra is ugyanúgy igaz, tehát hogyha Angela Merkelt lehallgatták telefonon, akkor azért gondolhatjuk, hogy a minket sem hagytak figyelmen kívül az amerikai barátaink. És 2018-ra sikerült is felállítani egy tervet, egy stratégiát, illetve a különböző fejlesztéseket, programokat beszerezni, megcsinálni. Ez ugye nagyjából 5-6 milliárdos kiadása lett volna a külügyminisztériumnak, és végül elutasították ezt a tervet. Állítólag ennek nagyjából annyi oka volt csak, hogy azok az emberek, akik döntést hoztak mások mellett, Szijjártó Péter külügyminiszter, egész egyszerűen nem értenek az informatikához, és ezt nem tartották egy annyira fontos projektnek, és nem volt számukra ez különösképpen érdekes, és akkor emiatt maradt minden a régiben, tehát már több mint 6 éve gyakorlatilag fennáll ez a rendszer, amiről most ismételten cikkez a balliberális média. Ugye ott 2021. szeptemberéről beszélnek, hogy akkor kellett legkésőbb tudomást szerezni erről a külügyminisztériumnak, de még egyszer mondom, ez már 2017 óta tudott volt, hogy itt óriási problémák vannak, és tudomásom szerint azóta sem sikerült egy olyan védelmi rendszert, informatikai rendszert felállítani, amelyik megakadályozná az idegen érdekeltségű titkosszolgálatokat, hogy a külügyminisztérium adatait ellopja, itt ugye diplomaták fizetéséről, személyes adatairól, belső levelekről, mi egyébről szó van. Tehát igazából mondhatni, hogy már 6 éve ez zajlik, és nem csak az oroszok részéről, hanem mindenki részéről, aki ezt fontosnak tartja, hogy belelásson a magyar külügyminisztériumnak a működésébe.
Az, hogy ezt most a választási, az európai parlamenti választási kampányban ismételten csak az oroszokra hegyezik ki, miközben nem csak az oroszokról van szó, ez szerintem ugyanaz, mint amiről már itt is beszéltünk, ez a Voice of Europe-hoz köthető orosz befolyásolási hálózat, hogy itt az oroszok próbálják befolyásolni az európai parlamenti választásokat, és ebből kifolyólag újságírókat, politikusokat fizetnek le, tehát hogy itt amerikaiak, oroszok ugyanúgy működnek, ha jól tudom, Földi László szokta azt mondani, titkosszolgálati szakértő, hogy itt Budapesten járnak-kelnek a különböző titkosszolgálatok, tehát ez egy megfelelő terep a számukra. Úgyhogy valóban szükség lenne szerintem is, hogy egyrészt az elhárítás, a magyar elhárítás hatékonyabban dolgozzon, illetve hogy mondjuk azok a védelmi rendszerek, amik remélhetőleg a honvédségnél mondjuk megvannak, vagy a miniszterelnökségnél, azok a külügyminisztérium hálózatainál is megjelenjenek, mert az tényleg nem állapot, hogy akár oroszok, akár amerikaiak, vagy kínaiak ilyen szinten ellophassák az adatait. De és akkor, ha ezt tudva levő volt, akkor miért nem tettek ellene, vagy csak nem eleget, vagy itt mi lehetett a probléma? Vagy nem tudom, erre ki tud választ adni? De így mélységében nyilván fogalmam nincsen, de hát sem informatikához, sem a hírszerzési dolgokhoz nem értek, de szóval egyrészt maga a sztori, az nem, én nem tudom, hogy ebben mi az újdonság, mert évekkel ezelőtt már a főáramú sajtóban lehetett olvasni, hogy a magyar diplomáciai hálózatnak az adataihoz hozzáfértek. Tehát azért az is nagyszerű, amikor a Direkt 36 és csatolmányai már régen megcsúcsált témákat pár évvel később újként el tudnak adni a nyilvánosságba, azért ez is megérne egy misét. Vagy amikor dollár médiában megjelenik egy ilyen levél. Azért, ami viszont egy eléggé kiáltó kormányzati hiányosság, hogy teljesen mindegy, hogy honnan, ki által, miért, de kirobban egy ilyen botrány sztori, nevezd, ahogy akarod. Azért mégiscsak az lenne az első, hogy a külügyminiszter behívatja az orosz nagykövetet a külügyminisztériumban. Nem? Tehát, hogy mondom... De eddig még tagadták is, hogy nem történt. Oké, de még ezt is értem, hogy ezt nem akarják nagy dobra verni. Na de nem az lenne az első szuverén ország részéről, hogy szányra kér egy ilyen hír, megbizonyosodnak róla, hogy ez igaz, és akkor berendelem a kibertámadást végrehajtó országnak a budapesti nagykövetét. Ez itt az igazi kérdés Szijjártó Péterhez úgy tehető fel, hogy ha már ez a szerencsétlen helyzet előállt, miért nem rendelte magához az orosz nagykövetet 1-2? Itt nem önmagában a kibervédelem a probléma, hanem a magyar szolgálatoknak az állapota. Tehát, hogyha a magyar szolgálatok tennék a dolgokat, egyrészt maga a Szájer botrány nem következett volna be, meg főleg nem így következett volna be. Érdekes, abból nem lett ekkora tálalás ezeken a felületeken. Kettő, hogyha a titkos szolgálatok tennék a dolgokat, tennék azt, amit a nemzetbiztonsági törvény részükre rendel, akkor nem kellett volna életre hívni a szuverenitásvédelmi hivatalt. Tehát az, hogy egyébként egy helyes szuverenitásvédelmi szándék, az megszül egy újabb hivatalt, ez egy beismerése annak, hogy Magyarországon nem működnek a titkos szolgálatok. És most nem akarok itt nagyon messzire evezni, csak úgy jelezném, hogy azért ennek nagyon mély történeti, nem egyszerűen a rendszerváltás, az még hátrébb én nagyjából 56-ot teszem meg ebből a szempontból, egy vízválasztónak visszavezető okai vannak, mert míg a többi totalitárius diktatúrában rettegett titkos szolgálatok működtek, a magyar szolgálatok Kádár János alatt ugye a kellemetlenkedésre, az impexes csencselésre, kémkedésre voltak jók, de ugye Kádár ugye az ávós terrorra, a nyílt represszió évei után nagyon törekedett arra, hogy a szolgálatok lehetőleg ne tegyenek szert túlhatalomra. Ne legyenek politikai tényezők az állampárton belül. A rendszerváltás után tudatosan tettek is azért különböző erők, hogy nem egyszerűen a szolgálatok, a rendőrség, tehát egyáltalán az ország védelmét ellátó szervek padlót fogjanak. Na de a Fidesz 14 éve kormányon van, és azért az ő kormányzásukról csak kiállít egy bizonyítványt az, hogy például kibervédelem területén jó részt azért, mert nem képesek a szakembereket rendesen megfizetni, ott a 4IG, a nagy nemzeti informatikai. Na de, nekem itt lenne azért két kérdésem, illetve megjegyzésem. Az egyik, ami a megjegyzés. Tehát ez egy nagyon derék tényfeltáró riport. Vagy miért Direkt 36, nem is a 444. De azt gondolom, mindenki tisztában van azzal, hogy akkor, amikor a
egy nemzetbiztonsági szolgálatnak a vezetője feljegyzést készít mondjuk a felügyelő miniszter számára egy kibertámadásról. Lehet döngetni a mellüket, hogy most a sajtószabadság nagyobb dicsőségére valamit lelepleztek, de ez önmagában felveti bűncselekmény gyanúját. Tehát azért, és ez önmagában egyébként paradox módon ez még inkább bizonyítja a magyar nemzetbiztonsági rendszernek de a sérülékenységét. De szeretném tájékoztatni, hogy az orosz kibertámadás miatt a Nemzeti Nyomozóiroda a nyomozást indított. De én másról beszélek, hogy egyáltalán egy ilyen irat, hogy keveredhet ki. Egy. Én erre magyar állampolgárként szeretnék választ kapni. Kettő. Én azért fölteném azt a költői kérdést a Direkt 36-nak most már sokadik ilyen leleplező riport után, hogyha ők hatalmas veszélyként értékelik azt, teljes joggal, hogy az oroszok kutakodnak a magyar diplomáciai szolgálat szervereibe és a többi, tényleg azt gondolják, hogy miközben Magyarországon folyamatosan félre kell verni a harangot, hogy Huawei, meg oroszok, tehát hogy itt biztos, hogy így van, tehát az oroszok, meg a kínaiak, esetleg még arabok, esetleg ha éppen Netanyahu van kormányon, akkor a Mossad itt cirkál Magyarországon, meg a Pegazuszon. De tényleg azt gondolja a Direkt 36, hogy miközben itt vannak a ruszkik, meg a kínaiak, az amerikaiak, meg a nyugati államok glasszé kesztyűvel a kezükön hátradőlnek, és rettegnek, hogy jaj, mi lesz veletek szegény magyarok, hiszen itt vagytok a kínaiak és az oroszok kezében, és közben meg ők semmi ilyesmi, mintha ezek mocskos diktatúrákra emlékeztető totalitárius rezsimekre, hogy szokták mondani, hibrid rezsimekre emlékeztető módszerek, ők nem csinálnak ilyet. Kit néznek hülyének? Jó, de szerintem ez a történet nem ennyire bonyolult. Én személy szerint, mint Fiala János, egyetlen kérdést teszek föl magamnak, meg vagyok-e védve, vagy sem. És a történet nem vagy megvédve, de bocsánat János, még egy kérdést viszont föl kell tenni. Hogyha a Direkt 36 azt gondolja, már pedig eddig azt gondolták, vagy azt írták, azt sugalták, stb., hogy Orbán Viktor Putyin pincséje. Most, hogyha ezt elfogadom, hogy így van, vannak jelek erre, és nem ezt akarom megvitatni, na de hogyha ez így van, akkor az oroszoknak mi a fészkes fenéért kell kibertámadásokkal betörni a magyar rendszerbe, hiszen ha Putyinnak a zsebébe van, akkor elég fölhívni Viktort a Kremlből, megkérdezni azt az információt, amire kíváncsiak, utána spasiba, leteszik a telefont, és mindenki halad oké, tovább, ez nem? A történet ugye egyáltalán nem felfejthető, miután ezek nemzetbiztonsági hát, titkoknak minősülnek. Ezért kérdés, hogy tudom, hogy kerül ki? Hát az, hogy kerül ki, az kiderült, hogy nem volt rajta minősítés, és ennek következtében szembesíteni lehet a Szijjártó, hát ez önmagában aki egyébként egy fölveszi a kettős fedezéket, és arra hivatkozva, hogy egyébként itt törvénysértés lenne, ilyet egyébként már Pintér Sándor is alkalmazott, ha válaszolna, felhívja az újságíró figyelmét, hogy önmagában a kérdés feltevésében ő milyen törvénysértést fogad el. De visszatérnék én még itt csak oda, hogy én Fiala János milyen kérdést teszek fel magamnak, hiszen azt sem tudom föltenni, hogy a fel, milyen kérdést tesz fel magának, mert azt majd ő fölteszi. Meg vagyok-e védve? Abból adódóan, ami ebben az egy történetben van, az alapján én azt tudom mondani, hogy szavakban igen, abban nagyon erős a kormány, tettekben nem feltétlen. Amit az András mond, hogy volt, honnan tudjam, hogy egyáltalán volt kibertámadás? Hiszen lehetséges, hogy az egész nem is volt, az egész csak egy kacsa, és mögé el van képzelve egy történet. És akkor ez felvet egy még jelentősebb kérdést számomra. Ugye ez a Kohn és a Grün tipikus esete, amikor azt kérdezi a Kohn a Grün a végét, hogy mondd, te mégiscsak kinek szurkolsz. Ez pedig ugye arról szól, hogy mi kivel vagyunk. Mert ugye, amit mond a Schiffer, annak a történetnek azért még számtalan végpontja van, mert nem elég, hogy 2021 márciusában vagy januárjában ez bekövetkezik, de 2021 decemberében Lavrov kitünteti Szijjártó Pétert, aki egyébként ezt nem utasítja vissza arra való tekintettel, hogy itt olyan ellenséges cselekedetek voltak egy éven belül, aminek következtében ő ezt a kitüntetést nem fogja elfogadni, hanem boldogan elfogadja. Az már egy másik kérdés, hogy ezt Putyin ítéli oda, vagy sem, én ehhez nem értek. Nem tudom, hogy Magyarország kivel van, márpedig Magyarországnak egy nagyon apró része vagyok én, és én legalább szeretném tudni, hogy én kivel vagyok, miközben én ezt egyébként nem tudom érvényre juttatni, mert nekem ilyen lehetőségem nincs. Hogy véletlene vagy nem véletlen, a Telexnek válaszol a miniszterelnök úr, aki egyébként soha nem válaszol senkinek se, mindig azt mondják, hogy van egy nemzetközi sajtótájékoztató, és ott egy egész életre megválaszolja, vagy legalábbis egy évre az összes kérdést. Itt ugye a kínai rendőrök itteni jelenlétével kapcsolatban tesznek fel neki kérdést, amire a miniszterelnök úr ülve egy padon, arra nem méltatja az újságírót, hogy fölálljon,
illem kérdést, lehet, hogy ezt megteheti. Mindenki, mindenünk van, mondja, ami szükséges. Nekünk a legjobb nemzetbiztonsági rendszerünk van az Európai Unióban, mind humán, mind technikai alapon, mondja. És ezt többször el is ismétli. Engem csak aggodalommal tölt el. Én egy elnézést, egy kákis ember vagyok. Én ehhez fölszagolni se tudok. Nem érzem magam át egy biztonságban, át kettő, nem tudom, hogyha én egyébként valakivel vagyok, akkor azt a kormányom, ami nem az én kormányom, de tudomásul veszem, hogy ők vannak a kormányon, valamilyen módon akceptálja, vagy respektálja, respektálni nem kell. Azt se tudom, hogy a kormány kivel van. És ez az egész olyan zűrzavaros helyzetet teremt, ahol el lehet menekülni, hogy ezek egyébként olyan adatok, amihez senki se juthat hozzá, azonban az a kommunikáció, amit ezzel kapcsolatban folytatnak, az a zűrzavar, az az összevisszaság, az bennem kétségeket ébreszt, és azt gondolom, hogy ha a lányom azt mondaná, hogy oda megy, akkor azt mondanám, hogy tudod mit, inkább menjél máshol. Árpád. Itt a sajtótájékoztató kapcsán egy emlék jutott az eszembe. Tegnap előtt a Magyar Jelen Podcast számára egy interjút készítettem Balogh Péter geográfussal. Éltető erőnk a víz, és a víz, mint víz probléma, a lehető legfontosabb stratégiai kérdés. Bejátszottam egy kis részt a miniszterelnök tavalyi beszédéből, melyben szembesítették a asszály és a víz problémákkal, és felállt papírral a kezébe. Ez a, na mi az, hogy? Nincs itt semmi gond. Magyarországra több víz folyik víz be, nagy ki. Hatalom víz nagy hatalom vagyunk, és mondta a nagyobbnál nagyobb sületlenségeket, és Balogh Péter után egy nyílt levelet írt miniszterelnök úrnak, és mint egy jó tanár helyre rakta a tévedéseit, és mondta, hogy önnek fogalma sincs a valóságról. Lehet, hogy ez a nemzetbiztonsági ügykérdés, a humán erőforrás, informatika és egyéb... Vízünk is van, nemzetbiztonságunk is van, mi kell még? Igen, igen, tehát se vízünk nincsen, se nemzetbiztonságunk ez alapján. Döbbenet, hogy a tehát milyen valóság képe lehet nagyon sok szempontból, nem csak a miniszterelnöknek, hanem úgy általában a fideszesek főleg akik el vannak egy kicsit szeparálva a társadalomtól, tehát hogy a jól idézőjelben megérdemelt magániskolába, alapítványiskolába járatják a gyerekeiket, és megvan az a kivételes fizetésük, hogy nem kell érintkezzenek az emberekkel, illetve a magyar útviszonyok tekintetében a jó terepjáróikat nem zavarja az az áldatlan, vérlázító, elképesztő útállapot, amivel én meg a Balkánon sem találkoztam, pedig nyáron lementem Szarajevóig, zárójel bezárva. Visszatérve a kérdésre, vagy visszakanyarodva, ugye a DK kapcsán azért azt jegyezzük meg, hogy ti talán még jobban emlékeztek erre az esetre, ugye 2010 előtt a Szilvási féle titkosszolgálat, az beengedte, az orosz titkosszolgálat a világítottát. Nem kellett betörni, ez a legjobb példa. Titokban jöttek be. Gyurcsány alatt nem kellett kibertámadást végezni az oroszoknak, mert behívták őket a nemzetbiztonsági hivatalba. És titokban, tehát hogy nem is volt feljegyzés róla az égvilágon, semmi az égvilágon, és az orosz felső kategória titkosszolgálatok világították át a magyar titkosszolgálatot. Tehát, hogy miről beszélünk DK vonatkozásában. És ugye úgy látszik, ma nagyon inspirál János, volt egy másik kérdés, hogy meg vagyok-e védve című kérdésed vetődött fel bennem, lehető legjobban. Én személy szerint magyar állampolgárként meg vagyok-e védve, vagy a magyar nemzetbiztonsághoz tartozik-e például az, hogy a globális cégek, a globális big tech cégek olyan szinten korlátozzák a legalapvetőbb véleménynyilvánítási szabadságomat, mint amire az előbb példát adtam, vagy mondtam, hogy két percen belül tehetem a véleményemet, azonnal törlik. Ha valami nem tetszik ugye az algoritmusnak, vagy igazából kényszeroltás tekintetében meg volt-e védve a magyar lakosság, amikor szintén a globális Big Pharmának a legdurvább emberkísérleti szereit kényszerítették, erőltették rá a magyar lakosságra. A magyar lakosság, a magyar emberek egészsége, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb nemzetbiztonsági kérdés, szabadságunk tekintetében is ugyanilyen jelentőségű, hogy önrendelkezésem van-e a saját testem fölött, tudok-e dönteni arról, hogy milyen kísérleti szereket, gyógyszereket, akármilyen vakcinákat engedek be magamba, vagy akár a gyerekeinkbe egyébként, ugye Magyarországon van a világ legtöbb kötelező gyerekoltás, amíg az Európai Unió kétharmadában semmilyen kötelező gyerekoltás nincsen, nem akarok ezen most tovább menni, mert elment a műsoridőnk jelentős részben, csak ezek is mind olyan jellegű kérdések, hogy meg vagyok-e védve
él magyar állampolgárként. Nemrég szó volt, szintén a 444 hozta elő. A Covidot azt előfogom még ami fogni, sajnos, mert nagyon sok mindenkinek nem ami tetszik. Ami a nyomkövetőkkel volt kapcsolatos. Ez egy olyan büntet volt egyébként, amire nem árt emlékeztetni azokat az embereket, akik átvészelték, átszenvedték, megszenvedték azt az időszakot, és nem maradt ebben az ügyben semmilyen elszámoltatás. Okay, tehát ezért is fontos, hogy az Európai Parlamentban arány alakuljon ki. Ursula von der Leyen a Covid diktatúrának a vezető felelősét, azt sikerül elszámoltatni, mert ebbe ugye a magyar kormány is aktívan részt vett. Jó, csak a krumpli és a rizs mellett legyen már valami harmadik garnérunk, ugye itt van, vagy csak a krumpli mellett, ugye itt vannak a nyomkövetők, amit talán ugye a házi őrizetben lévők hordanak a bokájukon, abból adódóan, hogy a hely meghatározásuk az viszonylag pontosan történjen. Ez ugye egy informatikai izé. És ugye legutóbb kiderült, hogy hát ezeket felszerelik, de hogyha azokban valami szoftver vagy egyéb hiba van, és ezek az emberek, legyenek azok nők vagy férfiak, elhagyják azt a körletet, ahol nekik egyébként lenniük kell, akkor a szoftvercég a belügyminisztériumra, a belügyminisztérium a szoftvercégre mutat, és egyszer csak így csinálunk, és akkor egészen más vonatkozásban van ott, hogy hol van a mi védelmünk, miközben az érintettek azt mondják, hogy a rendszer működik, és közben meg mégsem működik. Hát ez ugyanaz volt, mint ezek a nyugdíjasoknak kiküldött karórák, ugye, amit Nagy Feró reklámozott, nem a Hollikkal, ki volt a... De mindegy, valamelyik fideszes politikussal, és ugye azokról is kiderült, hogy nagy részük nem működik. Valakiben szorult-e még mondani való? Mert hogyha nem, akkor nagyon szépen köszönöm nézőinknek a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!